Mai első vendégünk a Kiemelő című magazinműsorban Kurdi Viktor, a Bácsvi ZRT elnök vezérigazgatója, akit köszöntök itt a stúdióban. A mai nap egyik fő híre, hogy egy újonnan átadott irányítóközpont segítségével mától 58 település vízellátását felügyelik Kecskemétről. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát mindenekelőtt tisztázni kellene, hogy mi is ez pontosan, technikailag mit lehet elárulni erről a rendszerről. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a meghívást, hogy eljöhettem. Technikailag azt tudom elmondani, hogy nekünk vízműveseknek, akiknek az a feladatuk, hogy legyen megfelelő minőségű és mennyiségű víz a vízhálózatban, hogy amikor megnyitjuk otthon a csapot, akkor megfelelő nyomással hozzájussunk ahhoz a vízhez, amihez szeretnénk. Szóval nekünk ehhez a munkához szükségünk van információra, szükségünk van azt tudni, hogy a víztoronyban mennyi víz van, tudni, hogy a kutak hogyan termelnek, a vízműtelepek hogyan tisztítanak, tudni azt, hogy a nyomás hogyan alakul a hálózat különböző pontjain. Ehhez nekünk vannak mérőberendezéseink, eszközeink, és intelligens módon a 4.0-as technológiát használva ezek a jelek bemennek egy irányító központba, egyetlen helyre a működési területünkön, ahol ott hozzáértő kollégák ezeket az adatokat látják, elemzik, és el tudják dönteni, hogy rendben vannak a dolgok, vagy éppen beavatkozás szükséges. Jelente ez változást a vízellátás minőségében? Tehát mondjuk valahol csőtörés lesz, és akkor hamarabb kivonulnak a szakemberek? Teszem azt, mint laikus, hát nem is tudom, hogy jól fogalmazom-e a kérdést. Igen, a várakozásaink azok, hogy hamarabb és pontosabban meg fogjuk tudni határozni a nagyobb hálózati hibák helyét. A kecskeméti vízellátó rendszerünkön legalább 30 olyan nyomásmérési pontunk van már, amelyek valós időben küldik az adatokat. Vagyis előfordulhat az a jelenség, hogy a vízműtelepen érzékeli a kolléga, hogy leesik a nyomás, megnő a kimenő víz, tehát nagy eséllyel csőtörés van valahol, de még nincsen lakossági bejelentés, tehát nem tudjuk, hogy hol a hiba, de valahol van. Ezután ránéznek arra a nyomás térképre, ahol meg tudják határozni azt a körzetet, ahol a nyomás jelentősen lecsökkent, és már indulhat a hibaelhárító autó a csapattal együtt, hogy ott a beavatkozást megkezdje. Tehát ilyen szempontból a minőség javulását is várjuk, az üzembiztonság javulását is várjuk, viszont a víz minőségére vonatkozóan azt gondolom, hogy jelentős változást az irányítóközpont életbe lépése, hatályba lépése nem fog hozni. Na most úgy tudom, hogy új internetes felülettel is gazdagodott a Bácsvi ZRT. Ezt hogyan kell elképzelni? Igen. Nekünk jó ez? Tartani kell a lépést a felhasználó igényekkel. Azt látjuk, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy az elektronikus csatornákon keresztül lehessen egy közmi szolgáltatóval kapcsolatos ügyet is elintézni. Azt is érzékeljük, hogy sok esetben nehéz bejönni személyesen, kinkeserves, kivárni a sorunkat, időpontot foglalni, papírokat összeszedni. Hát meg mindenki siet, ugye? Mindenki siet valahova. Mi is azt mondjuk, hogy amit csak lehet, tereljünk be az elektronikus ügyintézési csatornába, vagyis létrehozunk olyan újabb ügytípusokat, amelyeket már okostelefonról, vagy pedig internetes felületről a tisztelt felhasználóink el tudnak intézni. Ezáltal is kényelmesebbé szeretnénk tenni azokat az ügyeket, amelyeket velünk kívánnak intézni. Önöknél mindig történik valami, már hogy a fejlesztés illetően. Miért fontos egy cég életében, hogy állandó jelleggel mindig toppon kell lenni? Hát van kivel versenyezni, vagy mi akarunk az elsők lenni? Ezek nagyon jó kérdések, és szerintem a válasz a gyökerekben van. Azokban a gyökerekben, amiket elődeink lefektettek, hogy hogyan is gondolkodtak cégről, infrastruktúráról, közszolgáltatásról. Nagyon örülök annak, hogy kiváló csapatunk van, olyan szakembereink vannak, akik nem a középszerűt akarják teljesíteni, hanem a kiválót akarják teljesíteni. Országban elsőnek lenni, megyében elsőnek lenni, városban elsőnek lenni, tehát versenyszellemmel, de ugyanakkor olyan innovációs készségekkel és olyan szakértelemmel, amely nagyon sok projektünkben megjelenik. És én azt gondolom, hogy ha egészséges módon teret engedünk ennek, akkor ez együtt jár egy működési hatékonyság fejlesztéssel, együtt jár egy szolgáltatási színvonal növekedéssel, amiért végső soron dicséretet kapunk, akár a felhasználóinktól, akár a tulajdonosainktól, és dicséretet kapni az meg egy jó dolog, tehát ez tovább inspirál engem is, és a munkatársaimat is arra, hogy ezt a munkát folytassuk. Hát beszélgessünk egy kicsit a holnapi napról, mert hogy holnap lesz a vízvilágnapja. Önök hogyan készültek erre az eseményre? Több vízműtelepünk kapuját is megnyitjuk az 58 településen.
Kecskeméten például az irányító központ lesz ez a központi hely, ahova várunk több mint 700 iskolás és óvodáskorú gyereket. Három buszt béreltünk, és a három busz egész nap járni fogja a várost, és a menetrend szerint szedi össze a csoportokat, viszi ki a vízműtelepre. Ott egy 40-45 perces látogatás után térnek majd vissza a gyerekek az iskolába. Így is próbáljuk a szemléletüket formálni, megmutatni, hogy milyen munka van a csap megnyitása mögött, és milyen munka eredménye az, hogy ők nyugodtan ihatnak abból a csapvízből, ami az otthonukban, vagy éppen az iskolában folyik. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Holnapra sok türelmet, sok mosolygós gyermekszemet és értelmes gyereket kívánok, hogy minél könnyebben és gyorsabban le tudják bonyolítani ezt a 700 gyerek őrület, 700 gyerek vendégülfogadását. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm.